Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tisztelt szülőket és a kedves vendégeket, az Aranykapu óvoda nagycsoportos gyermekeinek ballagó műsorán. Meglepő, milyen gyorsan múlik az idő, milyen gyorsan tud nőni egy gyermek. Néhány éve még sírtak, félénken kapaszkodtak az anyukájuk nyakába, az anyukák is sírtak. Sokszor nem tudtuk eldönteni, kinek nehezebb az óvoda kezdés. Eltelt néhány év. Eleinte csak rakosgattak, építgettek a gyerekek az óvodában. Egyszer csak elkezdtek igazán játszani. Mit? Boltosat, fodrászost, anyást, apást. Ebből láttuk, hogy bizony múlik az idő, és fejlődik a gyermek. Aztán új cipőre, új ruhára volt szükség, mert kinőtték, és észre sem veszi az ember, hogy a ballagó tarisznya után iskolatáska kerül a gyermekek hátára. Rohan az idő, és ezt a gyermekek növekedésén lehet leghamarabb észrevenni. Mi óvodai dolgozók, alig hogy megismerjük, kibontogatjuk és megszeretjük a gyermekeket, el is kell engednünk őket. Minden ballagás nagyon nehéz. A tanítónénik szeretettel fogadják őket az iskolában, megismerik, kibontogatják, és fejleszgetik a képességeiket. Szent Györgyi Albert szerint az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. Az iskola miután megtette a dolgát, szintén elengedi a gyermek kezét. Önök, kedves szülők, mindvégig fogják a gyermekük kezét. Önök a biztos pont, a biztonságot nyújtó szülői háttér. Az önök segítsége nélkül sem az óvoda, sem az iskola nem tud nevelni. Köszönöm mindnyájuknak, hogy 3-4 éven át segítették munkánkat. Köszönjük a bizalmat, a támogatást. Kérem, hogy türelemmel, megértéssel segítsék gyermekük iskola kezdését. További útjukhoz jó egészséget, sok-sok szeretetet kívánok. Pósa Lajos versével zárom köszöntő soraim. Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán, csapongva illanó aranylepkék után. Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű, kisajka zendüljön, mint égi csengettyű. Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn. Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn. Becéző szeretet övezze fürtjeit, töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit. Kérem, hallgassák meg a búcsúzó nagycsoportosok műsorát. Köszönöm, hogy meghallgatta. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket a búcsúzó nagycsoportosok nevében. Először megkérem a gyerekeket, hogy egy kicsit integessenek a szüleiknek, nagyszüleiknek, vendégeknek. Hát, ha egy picit oldjuk így a feszültséget, mert nagyon-nagyon izgulnak. Jó, hogyha mindenki megtalálta már a anyukáját és a vendégeit, a hozzátartozóit, akkor kezdhetjük is a műsorunkat.
Álljatok fel, gyerekek! Elénekeljük a Jön a kocsi, most érkeztünk című dalunkat. Jön a kocsi, most érkeztünk, jaj, de nagyon eltévedtünk. Derekasan áztunk, fáztunk, na de kicsit elnótáztunk. Jegenye, fa, ingó, bingó, rajta ül egy ázott holló, velegeti csapzott tollát, keserüli holló volták. Üljetek le! Előttünk a nyár, de éppen olyan hamar elszáll, mint az óvodás évek. A nyáron, gyerekek, pihenjetek sokat, játszatok, és nyaraljatok sokat a szüleitekkel. Tisztelt vendégek, hallgassák meg a Napraforgós gyerekek Június című versét. Gyertek ki, Napraforgós gyerekek, jó? Gyönyörű volt, hagyjátok meg magatokat, és nyújjatok a helyetekkel. Megkérem a Körmendi Annát és a Fördös Mátét, fogják meg egymás kezét, és jöjjenek ki, és mondjátok el a nyári hónapokról a versüket. Júniusban... A topog, gyorsodik már a homok. Egyik napról másik napra van cseresznye, retek alma. Júliusban jó a meleg, pancsolni és úszni lehet. Napsugaras kék az ég, aratásba kezd a nép. Augusztus a nyár utója, útra készül már a gólya. A többi még zengi dalát, gyümölcsel van tele az ág. Csodálatos volt! A tulipán csoportos lányokat megihlették a nyári tarka lepkék. Hallgassuk meg most a versüket. Lányok, gyertek ki, legyetek szívesek. Lepke lebben, szemem lebben, lepke lebben, kökény virág bodza száll, ide száll meg, oda száll, villás farok, páva szem, a kalapom leveszem, meglódulok, körülfutom, a kalapom rádobom. Kalap alá belesek, majd hogy nem hanyatt esek. Se pillangó, se lepke, biztos a föld elnyelte. A tarka lepkék egyenesen egy sejmes rétre repültek. Erről hallhatunk verset a süni csoportos gyermekektől. Táncoló virágok. Anyukámtól hallottam, alvás előtt este. Van egy régi sejmes ré, messze, nagyon messze. Aki éppen arra jár, bizony csodát láthat. A messzi rét közepén táncol a virághat. A világot bűvöli a varázslatos látvány. Hangtalanul táncolt legy egy sereg viráglány.
Sejtelmes szél muzsikál, levélen, fűszálon. Olyan ott az egész vidék, akár csak az álom. Ha megnövök, elmegyek, három napig nézem, s talán én is táncolok azon a szép réten. Csodálatos volt. Megkérem a Neiberger Benedeket és a Boros Botondot, hogy álljanak fel, és tartsanak kaput a körjátékhoz. Rajta, rajta, rajta.
mesejelenetet adnak elő a tulipán csoportos gyermekek. Amíg belebújnak a jelmezekbe, hallgassunk egy kis hangulatkeltő zenét. Már elkészült az udvar népe, és bevonul. A kíváncsi király kisasszony. Irgum, burgum, vaskalap. Tudjátok-e, ki mondta ezt? Egyedem, begyedem ország királya, mikor felébredt az aranyozott lábú ágyából. Mérges volt, mert a lánya egyfolytában kérdezősködött. Udvarmester, udvarmester, hol vagy? Miért van már megint reggel? A tulipán mit csinál a harmadseppe? A szöcskék ide-oda miért ugrálnak? A százlábú hol vesz papucsot magának? Királyom, fejem szegény, koronás fejem kezdődik. Királyapám! Mitől keserű a kávé? És mondd meg nekem, miből készül a csokoládé. Ezt nem lehet tovább bírni, valamit tennünk kell. A király össze is hívta az okos tanácsadóit. Jöttek ifják, vének, harcosok, tudósok és doktorok. Egy mérges hadvezér odáig merészkedett, hogy előrántotta a kardját, és így szólt. Te kis király, kisasszony, lefaragok a nyelvedből, ha tovább is kérdezősködsz. Ugyan mitől lettél ilyen mérges? Illik ez egy hadvezérhez? Inkább a... Mondd el inkább, hogyan vívják a csatát, és a... Mitől szól nagyot az ágyú, és a sok huszár, miért olyan görbelábú? Elegem van a sok kérdésből, inkább elmegyek. És a mérges hadvezér kereket oldott. Estére már csak a legbátrabbak maradtak a palotában. De a kíváncsi király kisasszony tovább is kérdezősködött. Királyom, a cica farka, a pillangom miért tarka? A napocska éjjel holja, mi feketébb a hollónak? És mitől dobog a szívem? Én majd meggyógyítom a király kisasszonyt. Teljesen egészséges! Miről csiripelnek a tücskök? Ki gyújt csillagot estére? És a magot mondd meg végre, ki teszi a cseresznyébe? Felséges király uram, ezt nem lehet tovább bírni. Be kell zárnunk a király kisasszonyt a legmagasabb toronyba. Ott majd leszokik a kérdezősködés. Ne zárjátok be a király kisasszonyt, tudom mi a baja. Ugyan mi? Hát az, hogy buta. Hennyiasta, mit mondtál? Hát az, hogy buta. Azért nem tud semmit, azért kérdez annyit, mert nem tud semmit. Iratse be felséged az iskolába, hogy majd megokosodik. Hogy ezt neki? Megjutott az eszünkbe! És a király kézen fogta a lányát, és gyalog szaladt vele az iskolába. Ott majd beültették a harmadik padba, és elértették az ABC-s könyvet. Na, édes lányom, itt majd megfelelne minden kérdésedre. Én meg valahára nyugalmat lelek. Úgy is lett. A
kíváncsi király kisasszony szép sorjába megtanult mindent az iskolába, és már nem csak szép volt, hanem okos is. De a kis pékines, amikor meghallotta, hogy a király a nyakába akar sózni egy fél országot, úgy elszaladt, hogy meg sem állt a 77. falu végéig. Most is ott süti a kiflit meg a perecet. Tegnap ettem a kenyeréből, úgy is lett, hogy nektek egy morzsánit sem hagytam. Itt a vége, fuss el véle! Anyának is vége lesz sajnos. Eljön majd az ősz. A fecskékkel együtt ti is elrepültök majd az iskolába. Nagycsoportos gyermekeink búcsúzó versei következnek. Álljatok fel, és énekeljük el közösen az AAA című búcsúzó dalt. Csoportos gyermekek már érzik, hogy hamar vége lesz a nyárnak. Gyertek, és mondjátok el a Véke a vakációnak című verseteket. Vége a vakációnak. Kopog már a barna dió, véget ért a vakáció. Vidám ruhák, fénylő szemek, gyülekező gyereksedek. Mint a fecskék messze délre készülnek az új tanévbe. Villanydrottyuk, iskolapad, kedvük alatt majd leszakad. Fiú leállt, zsebek, csípok, csupa emlék, csupa titok. Patakvize, erdőzöldje, zsong szavukkal körbe-körbe. Hozzá annyi napfény vakít, elég lesz az új tavaszig. Hogy se szél, se fagyos utak, ne lopják el mosolyokat. S hogy mindegyikünk bátran szálljon át a betű óceánon. Menjetek a helyetekre. Nem csak az óvodában, de az iskolában is szoktak csúfolódni a gyerekek. A tulipán csoportos fiúk egy ilyen csúfolóval készültek. Tulipán csoportos fiúk, gyertek ki. Bátran. Csúfoló. Első osztály i-i-i, második osztály bicikli, harmadik osztály kis király, negyedik osztály nagyszamár, ötödik osztály hagymaszár, hatodik osztály szalmaszál, hetedik osztály hegyen jár, nyolcadik osztály hazajár. A tulipán csoportos Neuberger Benedek és Gici Erik híres emberek szeretnének lenni. Reméljük, a vágyuk teljesülni fog, és erről hallhatunk tőlük egy verset. Híresek. Csizmánk, talpa, cippek, cuppok, dagonyázzuk a sarat. Mi ketten most azt játsszuk, hogy bejárjuk a mocsarat.
Minden könyvben rólunk írnak, fedezők leszünk, kutatók vagy micsoda, rólunk lesz majd elnevezve a városi iskola. Minden könyvben rólunk írnak, riporterek faggatnak. Földrajzkönyvben ketten leszünk, 20 oldalnyi tananyag. Fényképeink körbejárják majd az egész világot, minden szép lány nekünk hozza csokorszám a virágot. Ott lesz a szép földös Dorka az első C osztályból, már messziről megismerem hosszú szőke cofjáról. Ő boldogan felém szalad, én boldogan ölelem, mert a Dorkát kis csoporttól egyfolytában szeretem. Boldog vagyok, ilyen boldog talán sose voltam még, egyszer csak egy hang megszólal. Kisfiam, most már elég? Felfedezés, földös Dorka elillan egy perc alatt, anyu mérges, és a csizmámról kakarhatom a sarat. Hallgassuk meg most a Katica csoportos gyermekek búcsúzó versét. Az óvónéniktől és a Dajka néniktől búcsúznak. Katica csoportból jöjjön ki a Meleg Tündike, Ónódi Magor, Varga Simon, Bagoly Amanda, Jakab Doroti és a Kömüves Márk. Drága öreg óvodás, milyen szép is vagy ma, virágruhát öltöttél fel erre a nagy napra. Elbúcsózom én most tőle, tudtam is ma eleget, sírtam is és kacagtam is, másnak adom helyemet. Kinőttem az ágyacskámat, kis székem is pici már, fakocka és játékmackó, Isten veled ne se vár. Ovo néni, szépen kérlek, mesélj majd a húgocskámnak, úgy, ahogy a nekem tetted, hogy ne érde sose bánat. Dajka néném, szeretges meg utoljára, tekints rám, te voltál ki mindig fáradt, hogy ragyogjon az óvodám. Itt az idő elközelget, iskolába indulok, de hozzátok visszajárni, mindig örömmel fogok. A napraforgós gyermekek arról mondanak verset, hogy mit tanultak már meg az óvodában. Gyertek ki szépen! Megtanultam cipőt kötni, tudok késre szépen enni. A széket két kézzel viszem, minek az iskola nekem? A kalalat nagyon sem fogom, a tavaszi zöldségeket tudom. Ismerem a hét napjait, az iskola majd mit tanít? Tudok számolni legalább 20-ig, tudom, hogy az ősz a télbe nyúlik. A hónapok nevét mind ismerem, minek az iskola nekem? Ha kell, rajzolok emberkét házat, lefestem szépen az orgonádat. Énekelek zsip-zsupot, csigabigát, minek kell kiállnom az iskolát? A nagybetűk közül már sokat ismerek, balra nézek, mikor a járdáról lelépek. A járművek nevét már jól ismerem, minek az iskola nekem? De egy jót az iskoláról most is lehet tudni, soha
gyönyörű volt. Hagyjátok megkapcsolatot! Megkérem az Éva óvó nénit, hogy jöjjön ide hozzám. Éva óvó néni, szeretném megköszönni a szülői szervezet munkáját. Addig pedig az óvó nénik feltarisznyálják a iskolába induló gyermekeket a hosszú útra. Kedves szülők, kedves vendégek, kedves búcsúzó nagycsoportosok! Engedjék meg, hogy néhány szóval elköszönjek azoktól a szülőktől, akik 3-4 éven keresztül a szülői szervezetünknek tagjai voltak. Köszönjük mind az óvoda dolgozói, mind a kisgyerekek nevében, hogy elvállalták ezt a munkát, hogy igyekeztek ezáltal óvodásaink napjait még szebbé és kellemesebbé tenni. Szívesen emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor jó szívvel és lélekkel igyekeztek nekünk segíteni. Lelkesedésüket, segítőkészségüket szeretnénk most megköszönni egy-egy virágcsokorral. Kérjük, emlékezzenek majd szívesen óvodánkra, az óvodás évekre, sok-sok szeretettel, és érezzék, hogy itt hagytak egy picit magukból, hogy itt hagyták a kéznyomukat. Szeretném most kérni, hogy a virágcsokrot átnyújthassam a Süni csoportból Egervári Juditnak, hogy jöjjön ide hozzánk, a Katica csoportból Körmendin és Sipőc Andreának, a Tulipán csoportból Kovács Violának, és Neibergerné Berta Barbarának. Nagyon szépen köszönjük a munkáját. Nagyon köszönjük a munkádat. Jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen, Viola. Segítséget, igen. És a Barbarát még megköszönjük a munkáját. Külön szeretettel köszöntjük Spejzer Judit tanítónénivel együtt. Ők lesznek a tanítónénik. Szeretnék nekik nagyon jó egészséget kívánni, sok örömet, kitartást a gyerekekhez. A Judit tanítónéni, ha itt van, őt is szeretnénk egy csokorral köszönteni. Feltarisznyálták az óvónénik a ballagó gyermekeinket. Egy kis útravalót készítettünk a tarisznyájukba, az óvodánkról egy fényképet, hogy soha ne felejtsék el, meg egy kis egyforintost útravalóul, és egy hamuba sült pogácsát, hogy a hosszú úton legyen mit enniük is. Most álljatok fel, és közösen elénekeljük a Hívogat az iskola című dalunkat. Utolsó versünk következik, a Katica, Napraforgó és a Süni csoportos gyermekeket hallgathatják. Az Iskolás leszek című verset mondják el. Iskolás leszek. Yeah.
A ballagási ünnepségünk zárásaként közösen elénekeljük a gyerekekkel az A-A-A, ma van búcsúzás napja című dalt. Ezzel az óvodai ballagási ünnepünk véget ért. A gyerekeket az óvoda dolgozói szeretnék megvendégelni az előadóteremben. Kérjük a kedves szülőket, hogy majd oda jöjjenek értünk. Most behúzzuk a függönyt, és majd és lemegyünk a kis terembe. És kérjük, hogy onnan vigyék el őket. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket a figyelmükkel, türelmükkel.